Április 24-e a Magyar Népviselet napja. A 2015-ben létrejött kezdeményezéshez Ócsa is csatlakozott, ahol a mai generációkkal igyekeztek megismertetni elődeink szokásait és hagyományait. Mai nap folyamán van a Népviselet napja, amit itt a ócsai intézményekben mutatnak be, hiszen korhű ruhákban járják a óvodákat, iskolákat, gimnáziumot. Hogyan fogadják a gyerekek? Nagyon jól fogadják a gyerekek ezt a kezdeményezést, nagyon lelkesek és nagyon tetszik nekik. Ugye reggel voltunk az általános iskolába, utána a helyi óvodákba voltunk, és most itt a gimnáziumban lesz az utolsó állomás, ahol be tudjuk mutatni a kifejezetten ócsai ruhákat. És gyakorlatilag eddig mindenki lelkes volt, és kérdeztek, és tényleg aktívan részt vettek ezen az előadáson. Hány darab ruha az, ami most bemutatásra kerül? Konkrétan 3 darab ruhával készültünk a mai napra. Van egy ünnepi öltözékünk, őt Magdi néni mutatja be, illetve van egy hagyományos délutáni viselet, ami ugye a hétköznapi viseletnek nevezzük, illetve ami rajtam látható, ez a férfi viselet. Gyakorlatilag mind a három egy kicsit valamiben különbözik egymástól, és mindegyiket máskor használták, más alkalmakkor vették fel. Mennyire érdeklődőek most mondhatni azt az iskolások, hiszen az óvodások azok annyira nem tudnak kérdéseket föltenni, tehát volt esetleg a mai nap folyam olyan kérdés, amire nem tudtak esetleg válaszolni, tehát annyira modern kérdés volt. Hát megmondom az őszintét, nem volt ilyen kérdést, mert Marci néni, aki ugye az ócsai népviseletet a szívén viseli, és gyakorlatilag szerintem megmerem kockáztatni, hogy ő tudja a legjobban az összes dolgot ezekről a viseletekről. Nem tudtak neki olyan kérdést föltenni, ami zavarba hozta volna, és mindenre tudott válaszolni. A mai nappal ez a program véget ért. Hol találkozhatnak a helyi népszokásokkal? Gyakorlatilag ugye minden évben szoktunk rendezni valamilyen kis megmozdulást, mivel a Népviselet napja az ma ugye hétfőre esik, ezért ugye ez csak ilyen kis jellegű megmozdulást szerveztünk. Ugye tavaly volt egy nagyobb megmozdulásunk a tájházzal közösen. Az összes viselet megtalálható itt a helyi tájházban, és ezt látogatási időben meg lehet tekinteni bárki számára. Ezeken a ruhákon mit nevezünk ócsainak? Gyakorlatilag abban különbözik az ócsai népviselet egy jellegzetes népviselettől, nem olyan díszes, visszafogottabb a mintázata, nem olyan színes, nem olyan harsány, hímzéseibe is visszafogottabb, és inkább egyszínű jellemzi a helyi népviseletet. De 50 évvel ezelőtt bizony ilyen meleges ronyban tekették a lábukat, hogy befázzak, és úgy bújtam bele a csizmában. Ennek a tényítésnek az egy különlegessége, hogy a kalap, nadrág és a csizma az eredeti. Tehát ezek régiek. A kalap és a nadrág az én dédapámból mind a kettő. A csizma is a családból származik. Dédapám csizmája azért nem jó az én lábamra, mert ugye nekem egy kicsit már vastagabb a bárdi, nem ment bele. Ezt is egy kicsit már meg kellett tágítani, azért látjátok itt ezt a fűző részt. Ez abszolút autentikus díszítően volt egyébként annak végetben. Nem jellemző, de előfordult ez a fűző rész is. Gyakorlatilag a nadrág, azt mondja, hogy elég jó, akkor egy teljesen kényelmes történet. Illetve hiszitek vagy sem, még ebben a melegben sem meleg. Mert ugye természetes anyagokból jól szellőzik, jó a hőháztartása, és télen. Ugye meleg tud lenni, nyáron, még akár hűvös is tud.